Köszöntöm a Külcsei Televízió nézőit. Ismét itt van egy Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Két gólos vereséget szenvedett a Vásztól a kisvárdai női kézi csapat. Simán verték a Salgótarjánt a nyíregyházi kékcápák. Sikeres év után már a következő szezonra készül Fucsovics Márton. Elvette a Szeged veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. Három sportág mutatkozott be a Sport legyen a tiéd kisvárdai rendezvényén. Az Éllovas Balkány 5-2-re nyert Nagyecseren a megyei első osztály rangadóján. Bár az első fél időben összeszedett 7 gólos hátrányt ledolgozta, végül vereséget szenvedett a kisvárdai női kézilabda csapat. Az NB1 hetedik fordulójában lejátszott mérkőzésen a Vác 26-24-re verte a KKC-t. Én már egy kicsit unalmas, hogy mindig azzal kezdjük, hogy az első fél időben az első 10 percet elszúnyókáltuk. Ugye a negyedik percben le kellett rakni az időkérőkártyát újra csak. Ezen túl kell lépnünk valahogy, tehát mindenféleképpen, mert nehéz úgy meccset nyerni, hogy folyamatosan 4-5-6 gólos hátrány kell ledolgozni. Ott a védekezésünk is puha volt, könnyen átmentek rajtunk, erről is lassak voltunk, statikusak, nem úgy támadtuk a falat, hogy kellett. Viszont, hogyha a fél idő derekára egy kicsit kezdtünk magunk húztérni, és hogy a védekezésünk javult, úgy egy kicsit visszajöttünk a meccsbe, ott még egy kissé, hogyha nyugodtabbak a játékosok, akkor még kisebb hátránnyal mehetünk volna a szünetbe, hogy gondolok itt a két kihagyott 7 méteres és egy jó pár zicserre. Ott egy kicsit megremegett a kezünk, viszont ami kiemelendő a csapatnak a küzdeni tudásra, illetve a második fél időben aztán 10 gólt kaptunk, ami azért megsüvegelendő. Ott összeállt a védekezés, támadásban is egy kicsit felgyorsultunk, egy kicsit előrejátékban is gyorsabbak lettünk. Illetőleg a kapusposzton váltottunk, és az is bejött hála Istennek jó szállt be a mérkőzésbe. És végül is tulajdonképpen úgy gondolom, hogy jó meccset sikerült játszani a Váccal. Sajnos a végjátékba ott ugye kaptunk egy 2 perces kiállítást, ami úgy nehézést tett a dolgunkat, de még így is majdnem sikerült. A vendégek edzője szerint jó első fél idei játékuknak köszönhetik, hogy sikerült megnyerniük a mérkőzést. Nagyon jó kezdtünk, szinte minden bejött az elején nekünk, tehát a védekezésünk rendben volt, kapus teljesítményünk, abból indítás, lerohanás gólokat tudtunk lőni, illetve a befejezéseknél is elég jó százalékkal betaláltunk. Itt már az első fél idő második felében kicsit akadozott már a játékunk, de még mindig tudtuk tartani ezt a magabiztos előnyt, és aztán sajnos ez a magabiztos előny egy kicsit megnyugtatott bennünket. Ezt a mérkőzést mi az első fél időben nyertük meg. A második fél időben meg számunkra érthetetlen módon nagyon visszaesett a teljesítményünk, amit itt az előbb felsoroltam minden fronton. A lövéseink már nem voltak annyira pontosak, védekezésbeli problémáink voltak, a kapus teljesítmény is visszaesett, és a végén pedig nagyon küzdött, nagyon jól küzdött a kisvárda, és hát ugye ki is egyenlített, és a legesleg végén pedig a végjátékban azt gondolom, hogy a szerencsésebb csapat nyert. Győzelemmel búcsúzott erre az évre közönségétől a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság hetedik fordulójában a Salgótarjánt verték 82-69-re. Kicsit hámosan kezdtük a mérkőzést, de a védekezésünkkel mindig jól tudtunk, vesztettük a lepattanókat, illetve abból tudtunk támadni. A másik fél évben szerintem már az erőkülönbség kijött, jobban tudtunk koncentrálni, és pontosabban támadtunk, és talán már 20 pontos különbség megvolt. És a végén már a fiatalok játszottak, úgyhogy ezért lett 13 pont ennyi. Jelentette plusz motivációt, hogy ez volt az ideje szemében az utolsó hazai bajnoki meccs? Az mindig motiváció, hogy az ember itt hallja, hazai pályán játszik. Igen, próbáltuk úgy befejezni az évet, hogy mindenki megmaradjon ez a győzelem. 3 bajnoki meccs még biztosan hátra van. Ebből a szezonból idegenbeli meccs és egy hepkuha mérkőzés. Mi a cél ezekre a meccsekre? Természetesen minden mérkőzést meg szeretnénk nyerni. Úgyhogy ugyanúgy fogunk felkészülni minden mérkőzésre, és nyilván idegenben nehéz nyerni, ezt mindig is mondom, minden idegenbeli győzelem az extrának számít, de azért szeretnénk nyerni mindenhol. A Salgótarjánt gyakorlatilag az első negyedben tudta lépést tartani a Nyíregyházzal, és talán a 13 pontos különbség nem is fejezi ki hülyen a két csapat közötti különbséget. Miben volt a legnagyobb differencia? Én azt gondolom, hogy nagyon gyengén játszottunk, ezért én magam is szégyellem, remélem a csapatom is szégyelli magát, hiszen azért erre mi is többre számítottunk. Én azt gondoltam, hogy egy
egy összeszedettebb játékkal talán közel tudunk kerülni a hazaiak fiatal csapatához, de sajnos a felátvérelő játékunk az egyszerűen katasztrofális volt. Az elmúlt években a Salgótarján rendőr úgy vágott neki a bajnokságnak, hogy megcélozza az NB1-et, most mi a cél? Most egyáltalán az a cél, hogy itt vagyunk. Ez egy nagyon jó dolog, hiszen úgy volt, hogy később is kezdtük az alapozást, kevés játékosunk volt, a mai napig, mint ahogy látszik, is kevés játékosunk van. Tehát nálunk most az a cél, hogy egyáltalán a középmezőnybe stabilizáljuk a csapatot, és ugyanúgy, mint a Nyíregyházának, nekünk is nagyon fiatal csapatunk van, és ezekből majd esetleg a következő bajnokságot tudjunk építkezni. A mérkőzésen végig dominálva a Vártnál talán maga biztosabban szereztétek meg a győzelmet, a pályán is így érezted? Az elején úgy gondolom nem voltunk kellően kemények, de utána azt hiszem egy időkérésnél tudtunk váltani a ritmuson és a védekezés keménységén, és igen, úgy éreztem belül is, hogy az dominál, amit mi szeretnénk. Rá tudtuk erőltetni a Salgótarjánra a saját játékunkat, illetve a saját védekezésünket. Megpróbáltuk őket mindenhol leütközni, nem engedtük őket arra futni, amerre szerettek volna, nem engedtük nekik a saját játékukat játszani. Ebből szereztünk egy pár labdát, sikerült könnyű kosarakat dobni, és így tudtunk fölöttük dominálni. Én ennek nagyon örülök, hogy végre a hazai pályán van egy ilyen mérkőzés, ahol nagyobb különbséggel tudtunk nyerni. Ez volt ebben az évben az utolsó hazai meccs, 7 forduló után 4-3-as méleggel álltok, úgy, mint a bajnoki cím első számú esélyesének kikiáltott Debrecen, elégedett vagy az eddigiekkel? Először is remélem, hogy nem az utolsó hazai mérkőzés volt, hiszen lesz még egy Hepkupa meccsünk az idén, és mi még itthon nem játszottunk, csak kétszer idegenben. Szeretném, hogyha itthon meg tudnánk mutatni a kupába is magunkat. Illetve igen, van egy kis üröm az örömben, hiszen a Tiszaújváros elvesztett mérkőzés, illetve a pesti elvesztett mérkőzés hagy egy kis kívánivalót maga után, de nem vagyunk tehetetlenek, megpróbáljuk ezeket majd valahol visszahozni. Én úgy gondolom, hogy fejlődőképes a csapat, fölfelé tartunk, és szerintem remek eredményeket fogunk még elérni a következő évben is. Egyre több játékpercet kaptak a 16 éves srácok, és egyre magabiztosabban mozognak a pályán, te hogy látod? Igen, úgy érzem, hogy ha tudunk mi tapasztaltabb idősebb játékosok, vagy meghatározó játékosok kiharcolni egy kis előnyt, ők is felkerülnek a pályára. Már edzésen is megmutatkozik az, hogy sokat fejlődtek, és sokat bátorodtak, hiszen 16 évesen azért rá, és osztályba játszani, én úgy gondolom, hogy nem csak megtiszteltetés, de nagy kihívás is. Örülök neki, hogy fejlődnek, és remélem, hogy belülük is élsportoló válik. Október végén Budapesten az ATP Challenger Tourna negyed döntőjében elszenvedett vereséggel véget ért Fucsovics Márton szezonja. A nyíregyházi teniszező most rehabilitációs munkát végez, majd elkezdi a felkészülést a jövő év versenyeire. Úgy gondolom, hogy pályafutásom eddigi egyik legjobb évét tudtam zárni, és örülök, hogy sikerült Grand Slam tornán főtáblára jutnom, ATP tornán és főtáblán nyerni mérkőzést. Örülök, hogy a Davis Kupa csapattal is ilyen jól szerepeltünk, jövőre a továbbjutásért fogunk játszani. Egy kicsit bontsuk ki a témákat, ugye nagyon sokszor nekifutottál a Grand Slam főtábláknak, nagyon sokszor csak egy lépés hiányzott. Milyen érzés volt az, milyen gáz szakadt át benned, hogy most már ott lehetél a legjobbak között? Igen, 15-ére sikerült feljutnom a főtáblára. Örülök, hogy végre megtört a jég. Remélem, hogy a következő Grand Slameken is hasonló eredményekkel fogok zárni. Szerintem most már elhiszem magamra, hogy fel tudok jutni a főtáblára, úgyhogy remélem legközelebb is sikerülni fog. Azt mondják, meg mi is beszéltük többször, hogy nüanszi különbségek vannak a játékosok között a pillanatnyi formadőn. Ott, mikor ott voltál a US Open főtábláján, ezt még jobban érezted? Almagroval kezdtem az első mérkőzést, jelenleg 40. a ranglistán. Igen, az első szedben egy kicsit úgymond remegett a kezem, izgultam, hogy végre itt lehetek. A meccs végére kezdtem feloldódni, de itt már egy kicsit késő volt, Almagro nagyon jól játszott egész mérkőzésen, de örülök, hogy egy új tapasztalattal gazdagodtam. Davis kupában olyan eredményt értetek el az izraeliek ellen, amelyre rég volt példa, viszont van egy pici negatív dolog, hiszen először vesztettél a szlovákok ellen mérkőzés egyesben Davis kupában. Igen, ahhoz képest nagyon jó évet zártunk, örülünk, hogy tudtunk maradni a Divízió 1-es csoportba, jövőre ugyanitt fogjuk folytatni, a szlovákokkal fogunk kezdeni megint, úgyhogy megint egy nehéz mérkőzéssel kezdünk. Az elmúlt év végén váltottál edzőt, Sávolt Attilával, korábbi nagyszerű teniszezővel készülsz, mennyire jött be ez a váltás?
Szerintem nagyon, nagyon jó kor, és nagyon jól jött ez a váltás. Tavaly 270. voltam a ranglistán, jelenleg 150. vagyok, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen pozitív, illetve hogy Grand Slam tornákon, illetve ATP tornákon is ilyen jól szerepeltem. Nagyon sokat edzünk, rengeteget foglalkozunk a tenisszel pályán kívül is, úgyhogy nagyon bejött eddig Attila. Az év vége felé itt kikúrálod a térsérülésedet, amiről mindjárt elmondod, hogy mennyire komoly, mikor kezdhetsz el komolyan dolgozni. Igen, sajnos fél év van már egy ilyen térsérülésem. Most egy pár injekciós kezelésre kell járnom, majd decemberben tudom elkezdeni az alapozást, és januártól a jövő évet. Az azt jelenti, hogy az Ausztrál Openen már esetleg ott is lehet? Igen, már december végén kiutazunk, játszok egy előtornát Adelaide-be, és utána az Ausztrál Openen játszok selejtezőt. Most, hogy néhány hónapig nem játszol, mennyi pontot veszítesz, mennyire csúszhatsz vissza a világranglistán? Szerencsére nem nagyon fogok visszacsúszni, 150. voltam, és most, ha minden igaz, 160-ra vissza fogok csúszni. Azt gondolom, hogy ez nem nagy veszteség, jövőre innen folytatom. Elvette a Szeged veretlenségét a nyíregyházi kosársuli. Az amatőr nemzeti bajnokság 7. fordulójában lejátszott mérkőzésen Farkasinszki Gyuláni együttese 77-63-ra vert a tiszapartiakat. Az elején vezettünk, minden úgy néz ki, hogy tökéletes, aztán beállt az ellenfél egy 2-3 a zónába, és mint akik életükben nem látta a kosárlabdát, elkezdtünk ott össze-vissza passzolgatni, ugye nem igazán feküdt nekünk az, hogy az alapvonalat rögtön becsapdázták, a 45-be betörőre szintén rácsapdáztak, de innentől kezdve, hogy ezt kellett hozzá legalább egy negyed, mire ráéreztünk, hogy ezt hogy kell megoldani. Ennyi következően az első fél időben vezetett is az ellenfél, nem titkolom, tehát egy icike-picike fejmosás azért történt a lányoknál. Második fél időre sokkal határozottabban, sokkal keményebben mentünk ki, és talán azt mondom, hogy pontosabban is kezdtünk el dobni, ugye a dobott pontok alapján is látszik, hogy amíg ott az első fél időben csak 31 pontot dobtunk, a végére mégis sikerült a 74 pontot megdobnunk. Tehát változékony volt, kivezetett, kemény volt, azt mondom, talán még az indulatok is elszabadultak néha a pályán, voltak olyan fautok, amire nem lett volna szükség. Én annak örülök, hogy végül is küzdésből jelesre vizsgálott a csapat, és a gratulálni tudok mindenkinek. Elvileg minden győzelemért ugyan annyi pontot adnak, de hát gondolom ez egy picit édesebb a többinél, hiszen elvettétek a Szeged veretlenségét, és ráadásul az elmúlt években többször borsot tört az orrotokkal a szegedi csapat. Így van, tehát ez úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes győzelem, főleg úgy, hogy azért tehát a mi játékunk az még mindig egy ilyen alakulóban lévő, tehát ugye nekünk azért a kicsik beépítése nem megy az ökkenőmentesen, mint ahogy mi azt szeretnénk. Én azért úgy gondolom, hogy itt az idősebb korosztály, ha már szabad így fogalmaznunk, akkor ők azért maximálisan mindent megtettek a mai győzelemet. Nem azt mondom, hogy nem hibáztunk, de én azt mondom, hogy ez egy óriási győzelem, tehát ennek örülni kell, és ezt valamilyen szinten meg is kell ünnepeljük majd. És szükség is volt rá már csak az önbizalom szempontjából is, hiszen a következő fordulóban, Vasas otthonában hasonló meccsre lehet számítani. Így van, tehát ugye ott is ott van egy halomkorosztályos válogatott gyerek, valószínűleg egész más tetámadás ellen fognak menni, tehát azt jelenti, hogy ezekre az eladott labdákra, amit ugye most is előfordultak, ezekre sokkal jobban kell figyelni, tehát az, hogy a fejfeletti passzokban azért szerintem volt vagy 6-7, amit azon elvittek, és abban sima kosárakat kaptunk, tehát keményen kell készülni, mondom elsősorban arról, hogy az eladott labdákra jobban figyelni, és a rengeteg, tehát a mozgékony játékra, mert ahogy megálltunk, abban a szent pillantásban itt is gondot okozott, de ez ugyanilyen gondot fog okozni fönt Pesten is, tehát most van egy hetünk arra, hogy felkészüljünk a Vasas elleni mérkőzésre. 14 pont lett a végén a különbség, de aki látta a meccset, az elmondhatja, hogy messze nem volt ennyi a két csapat között. Mi döntött mégis a Nyíregyháza javára? Én azt gondolom, nekik van egy olyan stabil emberük, akit külön figyelemmel kell kísérnünk, minden alkalommal ugye az Orsiról van szó. Ez nagyon sok energiát kivesz ugye eleve a taktikából, és fejben egyáltalán nem volt itt a csapatom. Őszintén megmondva, mélységes családás volt, kimondottan 2-3 tehetségnek kikiáltott játékosomnak a teljesítménye. Ebben a bajnokságban ez az első veresége a Szegednek, milyen céllal vágott neki ennek a szezonnak a csapat? Nem szoktam kitűzni ilyen célokat, fiatal csapatom van, bízom benne, hogy előre tudunk lépni, amennyiben adja a lehetőség, természetesen mérkőzéseket akarunk nyerni, az elsődleges az, hogy fejlődjenek egyénileg a játékosok. Az, hogy itt most idegenben Nyíregyházán kikaptunk, én úgy gondolom semmi szégyelnivaló nincs ebben, Nyíregyházán győzni nagyon nagy dolog, nem vagyunk annyira erős csapat pillanatnyilag, hogy nagy melénnyel el lehetne jönni egy ilyen helyre. A
bajnoki szünetet követően ismét hazai környezetben lép pályára Kisvárda Masterhood. A labdarúgó NB2 17. fordulójában Révész Attila második helyen álló együttese a 7. helyezett Grocsis Akadémiát fogadja. Mindig azt hangsúlyozom, hogy a legfontosabb a fejlődés. Ha figyelembe vesszük a tavalyi 16 fordulót, 23 pontunk volt. A jelenlegi 16 fordulóban 29 pontunk van, ami 6 egységgel több. Nyilván ez is az egyik oka, hogy második helyen vagyunk. A másik nagyon fontos ok pedig, hogy nagyon kiegyensúlyozott ez az NB2, és nincsenek kiemelkedő csapatok. Habár a Balmazújváros most ugye elő van, ő sem a nagyon jó játékának, hanem a sok 1-0, 1 gólos hajrábeli góljai számának köszönheti ezt. Én azt gondolom, hogy ezzel még semmi nincsen lefutva. Mögöttünk van ugyanennyi ponttal a Zalaegerszeg, 2 ponttal van kevesebb egység a Puskásnak, és még azért ott van a Soroksár, több olyan együttes van, aki pályázik a második, illetve még azt mondom az első helyre is, mert azért a Balmaznak is a hátralévő 4-5 fordulóban kemény mérkőzései lesznek, és a Békés Csaba is ugye. De én azt gondolom, hogy azt, amit mi terveztünk, azt maximálisan végrehajtottuk, és a hátralévő 4 fordulóban még kozmetikázhatunk, még szépíthetjük is az őszi eredményünket. Azért 4 forduló, mert egy mérkőzés tavaszról a budaörsi mérkőzést azt előre hozzák, úgyhogy december 11-éig bizony meccsbe kell, és formába kell tartsuk a csapatot. Örömöt okoz, vagy gondot jelent az, hogy úgy tűnik most már a korábbinál is élesebb versenyhelyzet lesz a kezdőcsapatban, sőt a keretbe kerülésért is. Nagyon jó dolog. Hú, de jó dolog az edzőnek egyébként. Öröm, mindenképpen öröm. És azok a játékosok, akik most versenyeznek egymással, jobb teljesítményt is nyújtanak, hozzáteszem. Ráadásul a csapatnak a hangulatán sem érződik az, hogyha valaki kikerül a csapatból, és nem borút látok rajta, hanem bizonyítási vágyat. Az edzéseken is nagyon-nagyon mennek. Én nagyon örülök és büszke vagyok most a csapatra. Olyan arcát mutatta meg, amely régóta várt már a szakmai sáv, és most minden edzést élvezett tartani, minden edzésen élvezett ott lenni, és úgy érzem, a játékosok is hajlandóak változtatni a korábban magyaros kényelmességgel fűszerezett hozzáállásukon. Természetesen azért nem mindenki volt ilyen, viszont most valóban minden edzésre úgy megyünk oda, hogy na, legalább már ott lennénk. Kalkuláltok-e, számoltok-e pontokat a hátralévő 4 mérkőzésre? A hátralévő 4 mérkőzésen sikerül 4 pontot szerezni, az a terveinken túli eredmény, és ugye lehet még 12 is. Nyilván 12 pontot azért a mostani erőviszonyok alapján nagyon nehéz, ráadásul ugye ismerik a saját pályának a talaját, hazai pálya nekünk az ártalmas, fék. Sokkal kevesebb pontot szerzünk otthon, köszönhető annak, hogy idegenben lényegesen jobb területek vannak, és sokkal jobban tudunk rajta passzolni, mint a hazai felázott görcsös pályánkon. És hát ugye most játszunk ott a Szegeddel, a Balmazzal és a Doroggal. Ráadásul hazai pályán minden csapat beáll ellenünk, beássa magát a 16-os környékére, és sokkal nehezebb őket feltörni. De ha 2 mérkőzés sikerülne nyerni, akkor én azt felteszem a kezem, hogy azt mondtam, hogy sokkal többek vagyunk, és ezzel elégedettek lehetünk. Nem biztos, hogy tartani fogjuk tudni ezt a pozíciót, de most egyelőre nem is az a cél, hanem egy olyan szezont produkálva vonuljunk a téli felkészülés téli pihenőre, hogy a felkészülést egy olyan új kerettel, kiegészülő néhány játékossal végezhessük el, és vágjunk bele a tavasi sorozatba, amellyel egy újabb hasonló szezon tudunk majd produkálni. Több mint 100 diák ismerkedhetett meg 3 sportággal a Sport legyen a tiéd kisvárdai rendezvényén. A Magyar Diáksport Szövetség által életre hívott programsorozat célja az, hogy a fiatalok megismerhessék a lakóhelyükön űző sportágakat. A sorozat már a tavalyi évben elindult, ez a második év, hogy ez a program megvalósult. Ugye ez a sportámtitkárság, és ebben az évben 13 országos szakszövetséggel együtt a Diáksportszövetség koordinálja és szervezi ezt a programsorozatot. Tulajdonképpen országos szinten több mint 1000 iskola részesült nagyértékű sportág specifikus eszközcsomagokban. Ide Kisvárdára kézilabda eszközcsomag érkezett, reméljük, hogy jó helyre került. Én úgy tudom, hogy itt erős a kézilabda, a gyerekek fogják tudni alkalmazni, akár testnevelés órán, akár a délutáni foglalkozások során. Ami még a programot illeti, ugye 3 nagy részre kell bontani. Voltak azok a nagy megyei események. Nyíregyházán szeptember elején került megrendezésre a Continental Arénában, ahol 15-16 sportág mutatkozott be, és 800 ezer gyerek vett részt ezen a rendezvényen. Második pillért jelentik azok az iskolai események, ahol most is vagyunk, és ahogy említettem, a nagyértékű sportág eszközcsomagok kihelyezése jelenti a 3. pillért.
Itt Kisvárdán milyen sportággal ismerkedtetnek meg a gyerekek, milyen sportágakkal egészen pontosan? Ugye a kézilabda az az alapvető, ugyanis ilyen eszköz sem ott kapott, ahogy említettem, az iskola, és itt a karatéval tudnak még a gyerekek megismerkedni, illetve ahogy látják is, az asztali tenisz jött el segíteni és bemutatót tartani. Ebben az évben a megyében hol jelennek még meg? Úgy tervezzük, hogy ezen a héten pénteken Nyíregyházára fogunk menni, illetve van még Ófehértún egy iskola, ahová fogunk menni, valamint Nagyhalászon. A teljesség igénye nélkül most ennyi jutott eszembe, nem tudom pontosan, nagyon sok iskolába el fogunk látogatni. És ezt gondolom jövőre is folytatódik majd a sorozat. Erről még nem tudunk semmi konkrétat, én nagyon remélem és mindenki bízik benne, hogy ez a program folytatódni fog, de még merészség lenne bármit is kijelenteni jövővel kapcsolatban, reméljük, hogy lesz ilyen program. Azt gondolom, hogy iskolánk függetlenül attól, hogy egyházi iskola, kiemelt figyelmet fordít a gyermekek testi és lelki egészségének nevelésére is. Nagyon komolyan hiszük azt, hogy a testi egészség, a fizikum erősítése, az a lelket is erősíti és edzi. Éppen ezért számos olyan rendezvénysorozatunk, illetve programsorozatunk van, ami kifejezetten a testi egészség fejlesztésére szolgál. Ugye a kötelező ötesnevelés óra keretén belül megpróbálunk mindenféle változatos sporttevékenységet felmutatni. Ez azt jelenti, hogy a futballtól, a kézilabdától, a röplabdától egészen az úszásig mindenféle sportág megtalálható, illetve rendkívüli módon testnevelés órák keretében néptáncot is oktatunk a diákjainknak, ami azt gondolom, hogy változatossá is színessé teszi ezeket a lehetőségeket, illetve mindent tanuló megtalálhatja a maga testalkatához és fizikumához illő sportágat. Nagyon fontosnak tartom, magam is sportember voltam fiatal koromban, hogy a gyerekek ne csak kötelességtudatból sportoljanak, hanem szeressék és élvezik is magát a sportot. A délutáni egyéb foglalkozások pedig pontosan ennek a lehetőségét biztosítják. Benne vagyunk a Pozsik programban, nem csak a fiúk, hanem a lányok is kifejezetten szeretnek futballozni, és nagyon sok versenyszámban indulnak ezen a területen is, illetve ami kifejezetten erősségünk, köszönhetően az egyik testnevelő kollégánknak, Borbé Gábornak, hogy a step aerobik igen népszerű az iskolánkban, és a lányok körében a foci mellett a step aerobik a másik nagy erősségünk, de büszkélkedhetünk tornás csapattal is, hiszen a tavalyi évben az általános iskolás tornász fiú csapatunk bejutott az országos döntőbe. Azt gondolom, hogy van mit felmutatnunk, és erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Mi a tapasztalat? Mennyire könnyű vagy nehéz rávenni a gyerekeket a sportolásra, hiszen manapság azért mi olyan dolog, ami elvonja a figyelmüket vagy a kedvüket a sporttól? Nagyon nagy nehézséget okoz az, hogy a mai fiatalok a számítógép előtt nőnek fel, és folyamatosan a telefonjukat nyomkodják. Éppen ezért naivitás lenne azt gondolni, hogy minden tanulót könnyű megmozdítani, és minden tanuló esetében lelkesedés figyelhető meg a sport iránt. De azt gondolom, hogy a pedagógiánknak és az iskola testnevelő tanárainak pontosan ebben van a szerepe és a jelentősége, hogy megéreztessék velük azt is, hogy ebben is van játékosság, van öröm, és ami a legfontosabb, hogy rádöbbenjenek a diákok arra, hogy egyénileg is, de csapatban is nagyon-nagyon jó együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy sikerül megmozgatnunk őket, és megtalálja mindenki pontosan azok miatt, a lehetőségek miatt, amikről az előbb beszéltem, a maga kedvére való sportolási lehetőséget. Az Éllovas Balkán győzelmével zárult a labdarúgó megyei első osztály 14. fordulójának rangadója, Mirgai László együttese 5-2-re győzött a második helyezett Nagyesed otthonában. Nehéz mérkőzés volt, szakadt az eső. Azt kell, hogy mondjam, hogy a félidőben, mivel 2-0 mentünk be, egy kicsit nyugodtabban jöhettünk ki a második félidőbe, hiszen innentől kezdve a Nagyesednek ki kellett támadni, és ahogy kitámadtak, már jöttek a kontrából a góljaink. 4-0-ra is elmentünk, de az Ecsedet dicsérni kell, mert egy pillanatra nem adta fel, és utána jöttek az ecsedi gólok is, hiszen 4-0 után 4-1, utána 5-1, 5-2, úgyhogy egy parádés meccs volt, és örülök, hogy tulajdonképpen 5 gólt rúgni Nagy Ecsedbe, az nem akármi, és örülök, hogy a második helyzetet sikerült ott a saját otthonában megvernünk. Ezzel tovább nyújtottatok egy nem akármilyen sorozatot, hiszen az elmúlt bajnokságot is ide véve, ha minden igaz, 44 meccsen nem találtatok legyőzőre. Igen, hála Istennek 2015. augusztus óta lejátszottunk 44 mérkőzést, ebből 39-et sikerült megnyernünk, és 5 döntetlenünk van, 181-et rúgtunk, és 5, tulajdonképpen 23-at kaptunk, így mondom.
Hát azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél, a fiúk előtt megemelem a kalapomat, egy szenzációs társasággal dolgozhatok együtt, és hát az eredmények is mutatják, hogy a közös munka, illetve hát a vezetők adhatós háttér támogatása meghozta az eredményt Balkányban. Egy mérkőzés még hátra van az őszből, azon kellene megőrizni ezt a nagyszerű mérleget, viszont az sem lesz könnyű meccs, hiszen az a Bakta Lórendház érkezik hozzátok, ami a kupában is bizonyította, hogy magas osztályi csapatokat is képes legyőzni vagy kiejteni. Igen, hát az utolsó meccsünk egy rangadó szintén, hozzászoktunk már, remélem az időjárás kegyes lesz, és sok néző előtt bebizonyíthatjuk, hogy ezek az eredmények nem véletlenül alakultak így, ahogy alakultak, és ha sikerülne győzni, akkor azt gondolom hátradőhetnénk egy kicsit, hiszen valószínű, hogy az őszi bajnoki címünk megvan, és hát veretlenül fejezhetjük be ezt a csodálatos évet. Gólgazdag mérkőzés hozott a megyei első osztály legutóbbi fordulójának rangadója. Nagy egyedi szempontból egy hiba volt, hogy a 7 gólból 5-öt az ellenfél Balkány rúgott. Miért alakult így a meccs? Nagyon egyet. A kérdésre a válasz. Jobb volt a Balkány, tehát ez 5 gólt nem lehet megmagyarázni, meg nem is fogok. Egyértelműen jobbnak bizonyultak, tehát gratulálok is nekik. Mivel nőttek fölétek? Én úgy gondolom, győzni akarásban nem idézőjelbe szerencse is velük volt, mindig nem lehet mindenkivel a szerencse, de a eredmény is megmutatja, tehát többet tettek a győzelemért, mint mi. Két mérkőzésetek még hátra van, ugye a záróforduló és egy elmaradt találkozó, mi a cél ezen a két meccsen? Főleg így egy ilyen vereség után jól lehet talpra állni. Ami Nyírgyulajban ugyanolyan nehéz mérkőzés lesz, mint a balkányi, mert egy éjcsapattal találkozunk, a gyarmati meg egy szatmári rangadó, tehát mind a két mérkőzés 3 esélyes, de nagyon ránk férne, én úgy gondolom, hogy 2-es győzelemmel ott tudnánk maradni ugyanúgy a dobogó környékén. Az eddigi teljesítményre függetlenül a legutóbbi meccstől azért gondolom nem lehet panasz, hiszen a bajnokság előtt a mezőny első felé céloztátok meg, és hát bőven ott vagytok jelenleg a második helyen. Így van, de evés közben jön meg az étvágy, ugye, ahogy szokták mondani, 1-8 volt a célkitűzés, hát jelenleg másodikok vagyunk, tehát panaszokra nem lehet, ha ez a vereség ugye rosszul esik mindig mindenkinek. Én azt mondom, maximálisan elégedett vagyok. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!